A közelmúltban, egészen pontosan március végén igen nagy sikert ért el a 10. országos Jenei Zoltán fuvola versenyen a Bocskai Iskola Maklári Lajos Tagintézményének fuvola szakos növendéke Kovács Dorottya, aki a maga korcsoportjában országos első helyezést ért el. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban a nevezett első helyezést elért Kovács Dorottyát, illetve felkészítő tanárát, hallgató Barkaszi Andreát, fuvola tanárt, akikkel igaz, hogy itt a stúdióban most először találkozunk, ám de már azért találkoztunk és beszélgettünk a fuvola tanszakról egyáltalán, hogy ki milyen versenyen, hogyan szerepelt városi rendezvényeken, hiszen elég sokszor találkozhattunk különböző városi rendezvényeken a fuvolásokkal. No hát, tanárnő kedves, beszéljünk először erről az országos Jenei Zoltán fuvola versenyről, hogy mikor is indult ez, és egyáltalán hogyan zajlik ez a verseny. Különös tekintettel a mostani helyzetre, hiszen gyakorlatilag ugye ez is egy úgymond hát online verseny volt, mert ugye gyakorlatban nem volt arra lehetőség, hogy versenyen részt tudjanak venni. Sok szeretettel köszöntjük mi is a nézőket. Igen, ez a Jenei Zoltán országos fuvola verseny immár 10. alkalommal került megrendezésre. Jubileumi éve volt a versenynek. Ez egy nagyon rangos megmérettetése a zeneiskolás, illetve alapfokú művészeti iskolában tanuló diákoknak, fuvolistáknak, és a nehézségét és a színvonalát mutatja az is, hogy csak 3 évente kerül megrendezésre. Külön kiírás, hogy csak azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek 2 év fuvola tanulással, ezt bizonyítvánnyal is kellett alátámasztani, hogy már 3. éve fuvoláznak. Minden, ugye ez egy több lépcsős verseny, minden lépcsőjén vannak kötelező adott darabok. Ezeknek szintén olyan nehézségi szintjük van, hogy azok megtanulása, eljátszása is már szinte egyfajta szűrője ennek a versenynek, és a minden verseny területi válogatókkal indult területi válogatók 7 helyen zajlanak az országban. Egy kötelező és egy szabadon választott művet kell előadni a gyerekeknek, aztán a zsűri, miután meghallgatta az összes területi válogató minden gyerekét, akkor meghozzák a ponthatárt, és azok a gyerekek kerülhetnek be a döntőbe, akik elérték, vagy természetesen túllépték ezeket a ponthatárokat. Ez általában ilyen 54-56 között szokott lenni, és akkor minden alkalommal Kaposváron rendezik meg a döntőt. A döntő egy elődöntő és egy döntős részből áll. Az elődöntőn újra elő kell adniuk a területi válogató anyagját, és aztán a döntő nap újabb 2 művet kell prezentálni a fuvolistáknak, szintén egy kötelező és egy szabadon választott műből, vagyis döntőn 4 darabot kell előadniuk, ebből egy technikai darab, ahol szólóban játszik a fuvolista, 3 pedig zongora kíséretes. És ezen a rangos versenyen értünk el, igen, első helyezést. Tehát ez a verseny, igen. Egyébként úgy csodálkoztam is rajta, tehát hogy eleve több naposra van hirdetlen, de hát akkor ez érthető, tehát ugye zajlik egyfajta elődöntő akkor ott helyben, amikor lehetőség van a helyszíni versenyzésre, és utána pedig van a döntő. No, de most adjuk át a szót egy picit Dorottyának, Dorkának, hiszen pici lány még éppen 5. osztályos. Dorka, miért éppen a fuvola mellett döntöttél, hiszen azért ez köztudott, hogy édesanyád hegedű tanár, tehát akár adódhatott is volna az, hogy te is folytatod ezt a hagyományt, és a hegedűt veszed a kezedbe, vagy éppen zongorán tanulsz. Miért éppen a fuvola mellett döntöttél?
Hát ugye, amikor megrendezésre került ugye a Nánás dal, akkor ugye ott ültünk a nézőtéren, ugye néztük a műsort. Aztán Andi néni behívott a tantermébe, és kipróbálhattam először a fúvalát, és sikerült megfújni. Aztán ugye elkezdtem az iskolát, és második osztályban kezdtem el a fúvalával foglalkozni, és így már lassan 4 éve. Tehát akkor ez egy ilyen szerelem volt rögtön első látásra? Igen. A fúvola és te között? No, Andi néni, látszott már rögtön akkor első ránézésre, hogy tehetséges lesz ez a kislány? Igen, annyiból igen, hogy tényleg a fúvola fejrészével szoktuk kezdeni, és azért sok gyereknél meg kell mutatni, hogy tartsa az ajkát körülbelül, milyen irányba fújja ki a levegőt, hogy tényleg megszólaljon a hangszernek ez a része is. És bevallom őszintén, nem szokott mindenkinél ez egyből sikerülni, és a Dorkának szinte mondanom és mutatnom sem kellett, már fújta is, és mintha minden nap ezt csinálta volna, tényleg azonnal sikerült. Tehát akkor ez egyfajta tehetség gyakorlatilag, mondhatjuk, hogy ilyen formában. Nagyon sok helyi rendezvényen, főleg itt a művelődési központban, de városi rendezvényeken is egy-egy programot, rendezvényt nagyon sokszor színesítik a fúvolások játékai. Ez mennyiben van jó hatással a gyerekek zenei fejlődésére, hiszen azért kilépnek abból a megszokott tantermi környezetből, iskolai környezetből, és jó, persze vannak növendékhangversenyek, de azért azt gondolom más, amikor másfajta közönség előtt kell, és akkor adott darabot választanak ki. Hogy zajlik ez? Szerencsés vagyok ebben a tekintetben, mert valamiért mindig olyan kis fúvalistáim vannak, akik még ha izgulnak, de akkor is nagyon szeretnek szerepelni. Sok felkérést is kapunk, és mi ennek szívesen és örömmel teszünk eleget, és nagyon boldogan mennek fuvalázni bármilyen helyre, ahol hívnak minket. Természetesen más közeg, de szakmailag viszont jót tesz nekik bármilyen más fajta megmérettetés, kipróbálják magukat, hogy tudják ezeket megoldani, és aztán később az életben is szerintem nyitottabbak és bátrabbak lesznek ezáltal. No, ha már megmérettetésnél tartunk, tehát ugye ez most egy nagy, jelentős, nívós verseny volt, de azt gondolom, hogy hiszen erről is beszéltünk már másik alkalommal, több verseny is van, ahová akár helyi megmérettetést, de egyébként pedig országon belül is vannak különféle fajta versenyek, és akkor beszéljünk erről is egy kicsit, hogy milyen versenyeken, hogy szerepelnek a nánási fúvolások? 2 évvel ezelőtt szerveztük meg először, rendeztük meg az aranyhangházi versenyünket, ahol 6-7 fúvolistával indultunk, és szinte mindenki aranyminősítést hozott, tehát ott már nagyon ügyesek. Aztán megyei versenyeken is részt szoktunk venni. Csak az elmúlt 2-3 évről, ha beszélek, többnyire 3 tanítványommal indultunk ezeken a versenyeken. Ez Derecskén volt az egyik megyei versenyünk. Kecskés Emese volt az egyik, a 4. korcsoportban indult, Tamási Blanka Flóra a 2. korcsoportban, és Dorka az 1. Ott is arany és ezüst díjakat hoztunk el. Aztán Kumlón voltunk a Gyöngyösi Zoltán országos versenyen. 1. korcsoportban Dorka aranyéremmel tért haza. Blanka bronzérmes lett ott. A 2. korcsoportban mérettetett már meg, aztán 2 alkalommal vettünk részt ugye a Derecskein, Miskolcon a 1. alkalommal rendezték meg a regionális fafúvós versenyt, és ott is volt egy külön nap, amikor a fúvalások mérettettek meg. Ott helyezéses volt a verseny, igaz, nem értünk el díjat, de mivel nagyon későn értesültünk a versenyről,
azt hiszem 3-4 hetünk volt, de ott engedélyezett volt a Kottából játék, ezért kipróbáltuk ott is magunkat, és ott is nagyon szépen teljesítettek a lányok, Blanka és Dorka volt. Majd ugye a Derecskei megyei versenyről Dorka egyeneságon bejutott az országos Tomázi, első Tomázi versenyre. Ezt májusban rendezték volna meg tavaly, de ugye a pandémia miatt eltörölték. Ez egy félig nemzetközi verseny lett volna, nemzetközi zsűrivel, hogy aztán az később megrendezésre kerül-e, vagy nem, nem tudom. Úgyhogy no, hát a Fuvola szakértők, illetve hát azok a művészek, zenészek, pedagógusok, akik ezen a téren tevékenykednek, meg gondolom azért ezeknek a versenyeknek a szervezésében elsősorban ők vesznek részt. Valószínű, hogy nem hagyják veszni ezt a sok tehetséges fiatalt, akik már ennek a félig nemzetközi versenynek a, mondjuk a kapujában ott álltak, aztán hát ugye ez a fránya vírus megakadályozta őket abban, hogy helyszínen tudjanak versenyezni. Dorka, te mikor kezdtél el versenyezni? Tehát már rögtön az első év után, vagy pedig majd a második? Tehát, hogy bele kellett még érned a versenyzői korba, vagy pedig hát már tanárnéni elindított téged a versenyen? Hát én úgy emlékszem, amikor második évben volt az első Derecskei versenyem, ahol ugye aranyminősítést szereztem. Tanárnő, ez jellemző egyébként, hogy már rögtön az első év végeztével, vagy a második év elején már versenyre engedhetők, bocsáthatók a növendékek? Ugye csak az elmúlt 20 évről tudok beszélni, mióta dolgozom, de tényleg csak eddig Dorka volt az első, akivel ilyen pici korban is elindultunk. A többiekkel, mint már említettem, második, harmadik korcsoportban kezdtük. Tehát már nagyobbak. Nagyobbak voltak, igen, amikor belevágtunk és versenyeztünk. Igen, amúgy az első fellépése Dorkának nagyobb publikum előtt ez a farsangi koncert volt, amikor csak fél éve fuvalázott és anyukájával egy duót játszottak, egy kis magyar táncot, úgyhogy az volt az első emlékezetes szereplése számomra. Dorka, és neked milyen volt anyával együtt állni a színpadon? Hát először kicsit furcsának találtam, de aztán nagyon megtetszett, mivel azért nem minden gyerek mondhatja el, hogy az anyukája is hangszeren játszik és dúozott vele közönség előtt, és nekem nagyon tetszett. És ugye, mint említette Andi néni, az első fellépésem volt, és nagyon izgultam. De azért nem jellemző rád, hogy annyira nagyon izgulsz, vagy nagyon szoktál izgulni versenyek előtt, bemutatók előtt? Hát most már nem igazán. Most már nem. Hozzászoktál. Igen. No, akkor térjünk vissza erre a Jenei Zoltán 10. országos versenyre. Hogyan készültetek erre, hiszen amikor ugye ez meghirdetésre került, akkor ugye már a pandémia javában zajlott. Hogyan tudtatok készülni? Mivel készültetek? Milyen feltételek voltak ennél a versenyre? Mielőtt felkészülésről beszélünk a Dorkáiról, ezt el szeretném mondani, hogy két tanítványommal indultunk. Dorka az elsőben, második korcsoportban pedig Tamási Blanka Flóra volt. A versenyanyagokat nála is videóra kellett venni, és ott is kiírás volt, hogy vágatlan felvétel készüljön a produkcióról, így az volt a lényege, hogy színpadi előhozzuk azt, mintha ott lennénk a versenyen, és ugyanúgy beöltözve, tehát teljes mértékben át kellett adni a versenyhelyzetet, a színpadi előadást, és ennek az volt a nehézsége, hogy tényleg koncentrálni kellett, hogy az első és a második darab is nagyon jól sikerüljön, és ne kelljen ezerszer fölvenni.
nem is lett volna rá lehetőségünk. Ennek is, mint említettem, Blanka bár nem jutott tovább a döntőre, de ő is nagyon szép 52 pontot ért el, és csak 2 ponttal csúszott le a döntő pont határától. A Dorka esetében ez úgy volt, hogy neki a kötelező darabja egy etüd volt a területi válogatón, és egy zongora kíséretes előadási darab, amit Erika nénivel játszottak. Nagyon nagy segítség ez Erikától, Tóth Erika tanárnőtől, mert tényleg úgy kell elkészíteni a műveket, hogy ez egy egység legyen, hogy azt érezzék, hogy együtt veszik a levegőt, együtt lélegeznek. A második darabja a Dorkának pedig egy szonatina volt, egy járdányi szonatina, ami később kiderült, hogy a harmadik korcsoportnak a kötelező darabja volt a döntőben, tehát ugye nagyon nagy műbe vágtuk. És akkor ez volt a szabadon választott. És ez volt a szabadott választottja Dorkának, és hogy ezt a 2 darabot játszott el akkor a felvételen. Azon a felvételen Péter Csaba kollégánk segített, ő készítette a videófelvételt. Ezt kellett beküldeni a zsűrinek, akkor Debrecenbe. Debrecen volt a mi térségünknek a válogatója. És aztán nagy izgalommal vártuk az eredményt, és nagy öröm volt, amikor megtudtuk, hogy bejutottunk az országos döntőbe, mert már az egy óriási elismerés, eredmény, mert ha jók az információim, akkor ugye Dorka az első, aki ezt elérte innen Hajdunálásról, és hogy még a döntőt meg is nyerte, ez meg külön hab a tortán. 17-en voltatok, akik versenyben voltatok a döntőben? Te hogy érezted, hogy vajon mi lesz? Én igazából nem tudtam, hogy hányan jutottunk be ugye az első korcsoportban a döntőbe, és amikor megtudtam, hogy ugye országos első helyzet lettem, akkor ugye Andi néni azonnal felhívta anyukámat, és mondta, hogy szóljon nekem, és megkérdezte tőlem Andi néni, hogy állok-e vagy ülök, és aztán elmondta, hogy országos első helyezést értem el. És akkor leültél? Igen. Dorka, ugye neked kedvenced, tehát ez a fuvola, ez gondolom egyfajta szerelem, még már ilyen kiskorban is. De azért nagyon sokat kell gyakorolni, gondolom én. Mennyivel többet kellett készülni erre a versenyre, mint mondjuk általában, amit egyébként amúgy is naponta vagy hetente, nem tudom hányszor kell gyakorolni, hányszor van, esetleg külön még plusz óra e tekintetben? Hát ugye, amikor elkezdődött ez az online oktatás, ugye az egész délutánon szabad volt, így a hét napból öt napon ugye bementem, és plusz órákon vettem részt. De kipróbáltuk azt ugye online is, de az nem nagyon sikerült, mivel nagyon-nagyon szakadozott, vagy például nem volt jó a hangminőség. Mennyire lehet egyáltalán, tehát bármilyen művészeti ágat online tanítani? Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, hiszen pont ez az a terület, ahol az azonnali visszacsatolása óriási szükség van, és nem biztos, azt gondolom én, tehát, hogy azért minden esetben ugyanúgy sikerül, mint ha élőben ott lennének egymás mellett. Igen, nagyon nehéz, megoldható, de pont azokat a részeit nem tudjuk nyomon követni, vagy segíteni, ami nagyon fontos lenne itt, a hangképzés, a mérőtartás, hogy egyenletes lüktetés legyen, míg ha otthon próbálkoznak metronommal, de akkor is szétcsúsznak, és ahogy mondta Dorka, tényleg néha az internet ilyen zajnak vette a fuvolát, és olyan hangok jöttek át, hogy ott igazából úgy érdemben
nem nagyon lehet készülni, szinten tartani egy darabot, technikailag haladni vele megoldható, hogy meg is oldjuk, de versenyre felkészülni egy ilyen hangképzős hangszerrel igazából képtelenség csak online. Tehát erre főként erre a nagy versenyre azért feltétlenül szükséges volt a személyes találkozás, a személyes együttgyakorlás, és akkor gondolom itt a Tutarika tanárnénivel is, tehát hármasban kellett, egy hogy igaz. Gyakoroljatok, mert muszáj volt. Hogy sikerült jól összeegyeztetni az időpontokat? Hát igazából úgy volt ez az egész, hogy Andi néni mindig mondta, hogy mikorra menjek, és igaz, volt pár alkalom, amikor Erika néni nem jött, de akkor ugye átvettük ugye a darabokat, és utána következő nap pedig Erika nénivel próbáltunk. Tehát munkamegosztás volt, sikerült így? Igazából abból kifolyólag nem tudott minden alkalommal részt venni, mert ugye nem Hajdonáláson él, és azért kicsit nehézkesebb volt megoldani az utazást, de így is sokat segített nekünk, mint ahogy a segítségről szóval szeretném megköszönni a Konyári Dávidnak is a segítségét, mert a döntőre már ő készített el a videófelvételünket, és tényleg segített abban, hogy majdnem élőben tudjuk tolmácsolni a produkciónkat a minőségi felvételével, és még a Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumnak is hálásak vagyunk, mert ugye a művészeti iskolánknak nincs koncertterme, és mivel egy ilyen helyszínen kellett elkészíteni a felvételeket, ahogy hívtuk őket, azonnal igent mondtak, hogy segítenek, megoldják, és még mérhetetlen segítségüket mutatja az is, hogy még a pianinójukat is felhangoltatták ebből az alkalomból, úgyhogy mindenkinek tehát, köszönjük, akik tehát segítettek. Tehát tényleg segítség volt, de azt gondolom, hogy szükség is volt erre, hiszen ugye, tehát élőben egész más, amikor a zsűrivel szemben álltok, és akkor megy a produkció. Itt azért a hangminőségre, meg mindenre nagyon oda kellett figyelni, hiszen a white-fülű zsűri az rögtön észrevette volna, hogyha ha bármilyen technikai malőr bekövetkezik, amit mondjuk egy földi halandó talán észre sem vesz. Igen, kiírás volt az, hogy tényleg vágatlan legyen ott és abban a pillanatban legyen felvéve, tehát erre nagyon kiélezték. A oktatási hivatal ki is adott egy határozatot, hogy mi alapján lehet nevezni és kell nevezni, mikre figyeljenek, és tényleg a jófülű zsűrinél minimum, hogy gyönyörű minőségi hanggal játszon a növendék. Tehát ugye ehhez kell a jó akusztikájú terem, ahol felveszik, és hát az a technikai személyzet, aki mindezt fölveszi, tehát hogy egyfajta hangmérnöki füllel is kell ott ülni, és készíteni azt a videófelvételt, hogy képileg is jó legyen, tehát megfeleljen a színpadképnek, amit ugye szintén kiírás volt, illetve hát a hangminőségnek is megfeleljen. No, tehát ugye megvolt, elküldetett az anyag, és mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy ez a fajta megmérettetés, hát ugye kényszerűségből született, van ugye pozitív oldala, meg lehetett ismételni, de mennyire hiányzott vajon a személyes megjelenés, tehát amikor szemben állunk a zsűrivel élőben is, esetleg még hallgatóságunk is van, hogy látja a felkészítő tanár, és majd utána te hogy láttad mindezt, Dorka? Én annyit tudok mondani, hogy mindkét lány tényleg nagyon ügyesen tud versenyezni. Versenyhelyzetben legjobbat hozzák ki magukból, úgyhogy nyilván szoktam izgulni értük, de mindig bebizonyították, hogy pozitívan állnak a nézők és a zsűri elé. Én személy szerint jobban izgultam a felvétel alatt, a videófelvétel alatt, hogy azonnal ott, ilyen csapó egy módjára, tehát ilyenünk még nem volt, nekem izgalmasabb volt, és az hiányzik, hogy nem élőben került még megrendezésre, hogy
eljuthattunk volna Kaposvárra, élveztük volna a 3 napos rendezvénysorozatot, a koncerttel megtüzdelve vannak, tehát az úgy hiányzik. Tehát az a személyes kapcsolat. Dorka, te hogy érezted? Hát igazából én mindegyik versenytípusnak megvan a pozitív és a negatív oldala. Például így az online felvételnek az volt a pozitív oldala, hogy többször újra lehet próbálkozni, mint ugye az élő versenyeken nem. De viszont én azt nem szerettem az online versenyekben, hogy nem tudok a zsűri szemébe nézni, vagy a közönségre, mert ugye ez a vírus miatt elmaradt. Igen, tehát ugye a zsűrinek a tekintete az nagyon sokszor nagyon biztató tud lenni, amikor csillog a zsűri tagok szembe, és igazán élvezik az előadást, ha már a zsűrinél tartunk. Kik voltak a bírálók, tehát ki volt a nagy tekintélyi zsűri? Minden alkalommal 3 tagú bíráló bizottság van. Az idén a professzor dr. Drahos Béla volt, ugye a Zeneakadémia elismert tanára. Dr. Romos Zsolt és a Zeneakadémia tanára, és a Debreceni Zeneművészeti Egyetem tanára, és Huszti Eszter, aki a Jók az információim, akkor a Siklósi Aminak és a Pécsi Szakgimnáziumnak a tanára. Tehát, hogy mindig neves szakmai zsűri ül. Tehát kifejezetten szakmai és semmiféle fajta társadalmi, más típusú zsűri nincsen benne. Tehát ugye, és akkor megtörtént az értékelés, ugye Dorka első díjat kapott, de hát a felkészítők is nagyon szép elismerésben részesültek. Igen, külön díjban részesítették Tóth Erika tanárnőt, korrepetítori külön díjat kapott, és engem is, mint felkészítő tanárt külön díjban részesítettek. Mitől még az iskola is kapott egyet, hiszen azért, mint művészeti oktatás, alapfokú Igen. művészeti oktatási intézmény, azt gondolom, hogy jelentős mértékben hozzájárul ugye a feltételek biztosításával ahhoz, hogy... Igen, az iskolának is külön oklevele, emléklapot kaptak, hogy részt vettünk ezen a versenyen. Tehát ez azt gondolom, hogy mindenkinek, versenyzőnek, felkészítőnek, korrepetítornak, iskolának is egy nagyon-nagyon szép dicsőség. Valószínű, hogy fogja majd még ezt követni másik is, de akkor itt a beszélgetésünk vége felé. Hát ugye évvége közeledik, immáron jó néhány hét is már vége van ennek a 2021-es nagyon furcsa tanévnek. Igazából már tantermi oktatás ugye már Dorkának sem nagyon lesz, de esetlegesen valami fajta megmutatkozási, bemutatkozási lehetőség, netalántán valami versenyféle. Látszik-e a közel, mondjuk egy ilyen másfél hónap tekintetében? Az aranyhangversenyre készültünk sokáig, ami a házi versenyünk, ami májusban került volna megrendezésre, de így, hogy online oktatásunk lett, így ezt elnapoltuk, ezt kitoltuk a következő tanév elejére, de hát nyilván készülünk majd rá, és ha a helyzet engedi, akkor szeretnénk megrendezni a vizsgakoncertünket, amit mindenfél évben és évvégén megszervezünk. Ha nem élő formában, akkor videófelvétel formájában elkészítjük, és úgy küldjük el a szülőknek, mint ahogy tettük ezt tavaly is. Úgyhogy a közeljövőben ilyen terveink vannak. Tehát így év vége fele. Én azt gondolom, hogy Dorkáról még fogunk sokat hallani, hogyha ilyen tempóban fejlődik és halad tovább, és elképzelhető, hogy majdan egyszer egy kiváló fuvola művésszel fogunk találkozni. Kedves Andrea, kedves Dorka, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok további nagyon sok szép sikert, és én biztos vagyok benne, hogy ez be is fog következni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.